Ismét egy terrortámadás érte Európát, ismét európai emberek haltak meg. Barcelonában a legfrissebb hírek szerint 13 ember vesztette életét, és 88-an megsebesültek. Sőt, a legfrissebb információk szerint a tegnapi napon nem is egy terrortámadás volt, hanem kettő, hiszen Barcelona mellett egy Cambrils nevezetű kisfaluban is történt egy támadás. Hála Istennek, ahogy olvastam a legfrissebb híreket, annak halálos áldozata nem volt. Az áldozatok és a sebesültek a világ számos országának állampolgárai. A külügyminisztérium tájékoztatása szerint egyelőre magyar áldozatról szerencsére nem tudunk, de egy magyar nő könnyebben megsérült, akit már el is engedtek a kórházból. Az első szó az természetesen a részvété. Én a Fidesz és a KDNP nevében szeretném legmélyebb együttérzésünket kifejezni a gyászoló családoknak, a hozzátartozóknak, Spanyolországnak és a többi gyászoló országnak. Osztozunk fájdalmukban, és tudniuk kell, hogy gyászuk, Barcelona és Spanyolország gyásza egyben egész Európa gyásza is. Ez a sokadik terrortámadás, és több száz halálos áldozat után vagyunk. Az elmúlt két évben közel 500 európai áldozatot követeltek a terrortámadások, a sérültek, súlyos sérültek száma pedig még ennél is magasabb. Azt kell tehát mondanunk, hogy a bevándorlással együtt a terror Európába költözött. A terror, a terrorizmus, a terrortámadások az európai emberek mindennapi részévé váltak, és európai ártatlan európai emberek és gyermekek életét veszi el. Ha visszagondolunk arra, hogy néhány éve még Európa a béke és a biztonság szigete volt, akkor nehezen hisszük el, hogy az elmúlt két évben mindez megtörténhetett Európában. Egymást érik a terrortámadások, csak hogy a legjelentősebbeket említsem. Itt van Barcelona, London, Párizs, Berlin, Nizza, Manchester, Brüsszel, Köln, és még sorolhatnám tovább. Bármely európai városban, nagyvárosban egyszer csak kivégző helyé változik egy metró, egy repülőtér, egy templom, vagy mint most Barcelonában egy békés sétáló utca. És mindig kiderül, minden terrortámadás után kiderül, hogy a támadások hátterében ott áll a migráció, és ott áll az Európa, a zsidó és keresztény ellenes iszlám terror. Azt felháborítónak és elfogadhatatlannak tartjuk, hogy még mindig vannak próbálkozások, hogy letagadják, hogy a bevándorlás és a terrorizmus az kéz a kézben jár, és vannak olyan politikusok, vannak olyan civil szervezetek, akik megpróbálják elfogadtatni azt az európai emberekkel, hogy a terrorhoz hozzá kell szokni, ez ma már az európai mindennapok része. Mi úgy gondoljuk, hogy ez nem igaz, a terrort a bevándorlás hozta Európába, és a bevándorlást támogató brüsszeli politika. Ezért még egyszer és nagyon sokadszorra kell megkérdeznünk, hogy hány ártatlan embernek kell meghalnia ahhoz, hogy Brüsszel, a brüsszeli bürokraták és döntéshozók megváltoztassák a bevándorlás politikájukat, amely terrort és halált hozott Európába. És azt is ki kell mondanunk barcelonai támadás után, hogy aki támogatja a bevándorlást, segíti az európai határok illegális átlépését, legyen szó brüsszeli döntéshozóról, vagy például Soros György által támogatott civil szervezetről, az a terrorizmus Európába költözését támogatja. És már sajnos előre hallom a magyarázkodó bevándorláspárti szirén hangokat, hogy az elkövető, a barcelonai terror elkövetője vagy elkövetői, azok nem most érkeztek Európába. Ez igaz, valóban nem, másodgenerációs elkövetőről vagy elkövetőkről van szó, ami még inkább alátámasztja, hogy a multikulturalizmus és az integrációnak a politikája az egy zsákutca. Ha egy 20 éve itt élő muszlim ember ilyen könnyen radikalizálható, akkor miért gondolják egyesek,
hogy akik most érkeznek Európába, vagy akik az elmúlt két évben érkeztek Európában, azok nem radikalizálhatók ugyanilyen könnyen, és nem jelentenek veszélyt Európa biztonságára. Mi úgy gondoljuk, hogy veszélyt jelentenek, és ezért meg kell gátolni az illegális bevándorlást. A magyar kormány és a Fidesz-KDNP mindig ezen az állásponton lesz, és mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy megállítsuk az illegális bevándorlást.